várjuk kérdését üzenetrögzítőnkre vagy élőben. 218-21-21. Kérdezze polgármesterét, dr. Bácskai János. Köszöntjük Önöket a 2016-os évben is, minden hónapban kérdezhetnek dr. Bácskai János polgármestertől. Kérjük, hogy üzenetrögzítőnkre mindig a konkrét kérdésüket mondják rá, hiszen az élő adásban ezeket a kérdéseket játsszuk be, és természetesen a választ is minden esetben az élő adásban kapják meg. Ebben a hónapban január 25-én kérdezhetnek élőben a 218-21-21-es telefonszámon, műsorunkat pedig a februári következő adásig ismét elni fogjuk. Nagy tisztelettel köszöntöm a stúdióban polgármester urat, jó napot kívánok! Jó napot kívánok a kedves nézőknek is! A nézői kérdések mellett a mai adásban lesz szó egyébként az újévi koncertről, a Magyar Kultúra Napjáról, a testületi ülésről, az illatos úti hordók elszállításáról, három önkormányzati épület felújításáról, valamint a bakástéri okmányiroda megújításáról is, ami most már kormányablakként működik, és hát természetesen várjuk a nézői kérdéseket, illetve az eddig érkezett kérdésekre is válaszol polgármester úr. Mindezek előtt azonban egy kis helyzetjelentés, hangulatjelentés, hogy indult az önkormányzatnak, polgármester úrnak az idei 2016-os éve? Tulajdonképpen nyugodtan, békésen indult, néhány tűzesetet leszámítva, ugye ezeknek egy része olyan, ami gondotlanságból, figyelmetlenségből akad, itt az illegális áram lekötésekre gondolok, illetve azokra a hajléktalan ferencvárosiakra, akiknek a megtűrik, hogy a pincébe rendezkedjenek be. Ezek szerint volt egy újabb ilyen tűzeset, mert ugye korábban is volt már egy ilyen pincetűz, amit hajléktalan. Igen, hál' Istennek ez most nem nagyobb tragédiát nem okozott. Itt most az illegális árambekötés volt a aktualitás. A bejelentő szerint a gázcső felforrósodott, szerencsére robbanás nem történt. Minden esetre az illegális bekötéseket megszüntette a rendőrség, és változtatni fogunk a lakásrendeleten is, akit ilyen eseten rajta kapnak, azoknak nincs több lehetőségük, legközelebb már el kell hagyniuk majd a lakást. De pozitív dolgok is történtek. A járókelő.hu statisztikát készítette arról, hogy hol milyen arányban oldják meg a bejelentett problémákat, szolgáltatókat és önkormányzatokat is vizsgáltak, és a top 10-es listába Ferencváros önkormányzata is bekerült. Igen, ennek én is nagyon örültem, hiszen nagyon sok lehetőség van bejelenteni a észrevételeiket az ítélőknek, de ez csak az egyik fele a történetnek, a másik fele, hogy reagálunk rá, és milyen hatékonysággal, és úgy tűnik, hogy ezen a listán jó helyen végeztünk. Nyilván ez azt jelenti, mivel nem az elsően végeztünk, hogy van még mit javítani, de vannak további ötletek, hogy hogyan lehetne még szolgáltatóbb jellegűvé tenni az önkormányzatot. És hogyan lehetne? Hát a reagálásokkal, tehát hogy minél több esetre reagálni, és minél több megoldást találni. Nem tudom, hogy lesz-e később róla szó, de ez a 100 kamera, ami most már figyeli az utakat, utcákat, közterületeket, ez lehetőséget nyújt arra, hogy a közterületen előforduló szabálysértéseket, ne adj Isten bűncselekményeket is nyomon tudjuk kísérni, és nagyobb legyen a felderítési hányad, illetve a visszatartó ereje is sokkal nagyobb eset ezeknek, hiszen a Gát utca 3-ban gyönyörűen felújítottuk a József Attila szülőházat, az tarthatatlan volt, hogy szinte naponta vittek ki a környékére, a 7-9 elé, a 10-12 elé valamilyen tárgyat, használati tárgyat. Ezzel kapcsolatban lesz is nézői kérdés. Valószínűleg, hogy lesz ilyen kérdés, tehát ennek vége, hiszen most már 4 kamera nézi csak a Gát utcát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy minden elkövető horogra kerül. És a kultúra területén is jól indult ez az év, hiszen egy nagyon egyedi újévi koncertet, egy szintén nagyon különleges Magyar Kultúra Napi program követett.
Kálai Gáborné alpolgármester és dr. Bácskai János polgármester ünnepi beszédével kezdődött a már hagyományos ferencvárosi újévi koncert, melynek ezúttal a Budapest Music Center adott otthont. A MÁV szimfonikus zenekar kuriózummal készült erre a koncertre, hiszen Széchenyi István unokaöccsének, Széchenyi Imrének a művei közül mutattak be néhányat, polkákat és mazurkákat. Széchenyi Imre zeneszerző és kiváló diplomata is volt. Szolgálatai során bejárta egész Európát. Sok helyütt voltak nyilvános fellépései, ahol saját darabjait is játszotta. A család egyik élő leszármazottja, Széchenyi Kálmán kezdte el felkutatni műveit. Ő szorgalmazta azt is, hogy ezek az alkotások lemezen is megjelenjenek. Az első ilyen hanganyagon a zongora művek és dalok hallhatók, a második CD felvétele Széchenyi Imre zenekari műveiből pedig a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésével jelenleg is folyamatban van. Ezeknek a műveknek az újkori bemutatóját a Tudományos Akadémián tartották, majd másnap a koncertsorozat első állomása Ferencváros volt. Ezeket a polkákat mint Szentpétervári tartózkodása alatt írta, és itt is hangszerelte meg. A Priecsisztyenka polka, ami most el fog hangzani, az ugye egy moszkvai utcának a neve, azt a II. Miklós koronázásakor rendezett bálon el is játszották, szóval el is hangzott, és mint zeneszerző is megbecsült volt annak idején. Véletlenül mondtuk azt, hogy ő a magyar Strauss. Az ő műveiből ugyanúgy egy újévi koncertet össze lehet állítani, mint ahogy annak idején Bécsbe elkezdődtek a Strauss koncertek. Ugyanígy meg lehetne ezt Széchenyi Imre műveiből Magyarországon, magyar zeneszerzővel is próbálni, mert tényleg méltó rá. Gyönyörű a hangszerelése, fantasztikus képek is vannak benne, nagyon szép romantikus zene, nagyon sok helyen a bevezető részek azok nem mindig a polka hangulatát tükrözik. Van, amelyik egy kicsit szomorkás, van, amelyik nagyon vidám, vannak gyors polkák, nagyon változatos zenét írt. Ferencvárosi Diákok Színpadi Együttműködésének ötlete már 2013-ban megszületett. Akkor az ember tragédiáját játszották el különböző kerületi iskolák tanulói közösen. A projekt akkor a Ferencvárosi Ádámok és Évák nevet kapta. Idén 10 ferencvárosi iskola diákjai kooperáltak, és a János Vitézt vitték színpadra a Ferencvárosi Művelődési Központban. A gyerekek felkészülését az iskolák tanárai és Lázár Balázs, a Pince Színház irodalmi referense is segítette. Az előadásról a Pince Színház vezetőjét, Sós Pétert kérdeztük. Meghatódtam, megmondom őszintén, hogy meghatódtam, mert azt láttam, hogy ezekkel a gyerekekkel ott a színpadon történik valami. Hogy nem csak megcsinálják, elvégzik a dolgukat, megcsinálják a szerepüket, hanem belül történik velük valami, és hogyha valami az értelmét adja, vagy adhatja ennek a próbálkozásnak, vagy kezdeményezésnek, amiből mi rendszert szeretnénk csinálni, akkor az pont ez, hogy azok számára, akik részt vesznek ebben, legyen ez több egy kicsit, mint egy feladat elvégzése. Négy éve volt a Madách ember tragédiája, amiben részt vettünk. Nagyon-nagyon élveztük, de fáradtságos munka volt, és azért erről meg kellett emlékeznünk, meg elő kellett készíteni a kis ötödikeseket. Kiderült, hogy miénk az óriások története, és az volt a legnehezebb, hogy semmiképpen nem szerettünk volna hagyományos verziót. Tehát az, hogy a gyerekek fogalmazták, úgyhogy ami úgy magától jön válaszként, hogy egy óriás megjelenítünk, tehát azt nem akarjuk. Az volt a következő, hogy jó, de mi legyen az a szokatlan, az a meghökkentő, ami egy ilyen wow élményt, wow élményt tud produkálni. Óriások lakják ott azt a vidéket! Nem jött még ki onnan, aki odalépett! Mi darabunk az leginkább arról szólt, hogy János Vitéz hogy tudja, igazából, hogy nem tudja feldolgozni a gyászát,
És ezt ugye az első jelenetben is lehetett látni, de hogy a mi részünk arról szólt, amikor János Vitéznek már semmi sem számít, és neki már minden mindegy, és csak megy, és tök mindegy neki, hogy hova ér. És szerintem erről szólt. Mi a Zsivány tanyát játszottuk el, amikor a Jancsi be akar lépni a zsiványokhoz, aztán végül meggondolja magát, mert a lelkiismerete visszahúzza, és felégeti az összes zsivány. A résztvevő 10 ferencvárosi iskola diákjai nem csak jeleneteket adtak elő, hanem plakátokat is terveztek az előadáshoz. Az esemény sorozat részeként értékelték az egyes iskolák színházi produkcióit és a plakátokat is. A legjobb plakátot idén a József Attila általános iskola tanulói tervezték, a színházi előadást tekintve első díjat kapott a Kőrösi Csoma Sándor kéttannyelvű általános iskola. A ferencvárosi iskolák diákjait összehozó újabb színházi előadásra még idén ősszel ismét sor kerülhet. A teljes előadás egyébként hamarosan YouTube csatornánkon, méghozzá Kultnegyed című műsorunk lejátszási listájában megtekinthető lesz majd. És hát a kultúra az ugye alap, illetve sport és városrehabilitáció, ezt a három fontos alappillérét szokta kiemelni Ferencvárosnak, polgármester úr. Ezen a három területen milyen évet szeretnének idén? Hát legalább olyan jót és sikereset, mint a tavalyi volt. A költségvetés is tükrözi ezeket a terveket, hiszen a felhalmozás évének gondoljuk a tervezéskor, hiszen jól látható, hogy az ingatlanpiac megmozdult, lakás árak azok az égbe másztak, plusz megjelent a kormánynak a CSOK programja. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan fognak értékes telkeket keresni, ahol lakóházakat tudnak építeni. Tehát mi arra számítunk, hogy szükség lesz azokra már elkészült és most jelenleg üresen álló lakásokra, hogy a kiköltöztetést meg tudjuk oldani, amennyiben a pályázatok sikeresek lesznek, hiszen most egyszerre több mint 10 ingatlant írtunk ki pályázatra. Mi azt szeretnénk, ezek önkormányzati lakóépületek, amikben gondolom nagy részében lakók is vannak, és hogy ezeket szeretnék értékesíteni, és ennek köszönhetően ugye a lakók ezekből a régi romos épületekből el tudnak költözni. Így van, ez a folyamat optimálisan, hát reméljük, hogy határidőket betartva is a befektetők megjelenésével a konstrukciók is tetszeni fognak a képviselőtestületnek, és fogjuk tudni a rehabilitációt legalább ebben az ütemben folytatni, vagy esetleg szép remények szerint még fokozni is, hiszen ez a bizonyos 70-es szám, ez nagyon szépen csökken, de hát sok épületnek kell még egyrészt eltűnnie, amelyek lakhatatlanság határán vannak, és nagyon soknak kell megépülni ahhoz, hogy Ferencváros teljes egészében megújuljon. Van-e pályázatokra kilátás akár a JAT programnak a folytatására? Tehát amikor nem elbontanak épületeket, mert olyan állapotban vannak, vagy éppen védettek, hanem felújítják? Hát elbontani sajnos el kell, tehát ennek a 70 épületnek egy részét el kell bontani, mert már olyan lelakottak, olyan műszaki állapotban vannak, hogy nem lehet megmenteni. Nem csak, hogy nem érné meg, hanem egész egyszerűen statikailag képtelenség már lakható állapotba hozni. Mi bízunk benne, hogy a József Attila terv, római kettes pályázatunk az életre kelhet, és talatra készen állunk, amennyiben kiírják, mi ott leszünk az elsők között a jelentkezőknél. Amennyiben nem, akkor marad a saját forrás, illetve azok a lehetőségek, amelyeket a befektetők megjelenése biztosít. És ugye nagyon sok foghitelek is van, aminek a nagy része nem az önkormányzat tulajdonában van, ugye ezeket korábban vásárolták meg, tehát valószínűleg, hogy esetleg majd ezeken a telkeken is elindul az építkezés, de van egy olyan foghitelek is, a Rádai utca 57-es szám alatt, ami az önkormányzat tulajdonában van. Korábban erről már beszélgettünk, volt egy olyan terv is, hogy esetleg itt épülne fel egy önkormányzati épület, de erre nem volt befektető, ezért most kiírták a telek értékesítésére a pályázatot, és az e-heti január 28-ai testületi ülésen fogják tárgyalni, mert hogyha jól tudom, akkor 8 érvényes pályázat érkezett. Hát 8-an vették ki a pályázatot, és abból 3 érvényes pályázat érkezett, és a 3-ból
a legmagasabb árat adó jelöltük győztesnek. Nyilván a képviselőtestület el fogja dönteni, hogy a rendelkezésre álló feltételek mellett, illetve hát a szerződésbe beírt kötelmeket, amennyiben betartja, akkor értékesítjük a telket. Ez tehát a város rehabilitáció, röviden nyilván ez örök téma, úgyhogy mindig minden adásban valamilyen módon szóba kerül. Említettem még a kultúrát és a sportot, hát sport területén egyelőre, legalábbis ami a Fradi futballcsapatát illeti, elég jól állunk. Igen, a Ferencváros sportja ugye a Fradira épül, mindig az első kérdés, hogy hogy áll a Fradi. Ez mindig a futballcsapatra értendő, pedig hát ugye a kézilabdások, mind a két, a lány és a fiú kézilabda csapat is jó eredményekkel büszkélkedhet. A vízilabda feljövőben van, a jégkorong most éppen tegnap győztek 4-1-re, tehát a hatos rájátszásba bekerültek, és sorolhatnám még a sportágokat, ahol erősödik a Fradi, de mindenképpen az aranyat várjuk a focistáktól. Ez lesz a meghatározó. Emellett, hogy az önkormányzat milyen sportéletet tud szervezni, nyilván az utánpótlásról gondolunk, és az iskolákra, óvodákra, intézményeinkre. Nagyon sok új ötlet van, a sportreferensünk nagyon sok értékes javaslat talált elő. Itt mindig a pénz a legnagyobb kérdés, hogy mire tudunk biztosítani forrást. Egyébként egy sportkonferencia megrendezését is tervezzük, hiszen aktualitások közé, hál' Istennek, most már bekerülhet az izgalom, vagy az izgulás a 2024-es olimpiai helyszín kijelölését illetően, hiszen hogyha sikerülne, ez jövő évben, ugye Peruba szeptemberben szavaznak róla, megszerezni a Budapestnek az indulás jogát, akkor Ferencváros büszkélkedhetne a legnagyobb területtel, amivel részt vehetne ezen az olimpián. Az izgalmas lenne nagyon, majd még a pénzügyekre visszatérünk költségvetés kapcsán, de még a kultúráról beszéljünk, mint harmadik pillérről. Kultúrában ugye jól látható, hogy az FMK kívülről nagyon szépen megújult. Mi azt várjuk most az új felállástól, az FMK átszervezését is meg fogjuk oldani, hiszen egy 25 éves konstrukció úgy tűnik, hogy nem hozta meg a várt eredményeket. Mi azt szeretnénk, hogyha egy új felállásban kultúra szervezés a közművelődéssel és a színházzal karöltve egy új koncepció mentén szólalna meg. Nagyon sok jó ötlet van, láthattuk például ez a gyermek előadás is már ennek a része, a Kultúra Napi János Vitéznek. A színházra nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, és azokra az eseményekre, amelyek jeles napokhoz kapcsolódnak, illetve azoknak a rendezvényeknek, amelyek eddig is hagyományteremtő jelleggel megvalósultak, és több új ötlet is van. Ha nyári játékokat vissza nem is hozzuk, de nyáron szeretnénk nagyszabású programot a Bakástéren, és hát a tervek között szerepel a Nemzeti Színházzal és a Műpával való aktívabb közreműködés és részvétel. És a bakestéri nyári rendezvényt azt hogy képzelik el, mert ugye annak idején valóban nagyon szép, nagyon látványos volt ugye a lelátókkal, színpaddal, háttérben a bakestéri templommal a nyári fesztivál. Én nem vágnék el ebbe a szakemberek ötleteinek, hiszen ők értenek jobban hozzá. Az biztos, hogy egy hónapos nem lesz, hiszen az egy hónap az effektíve 4-5 játszónapot jelentett, közte nagyjából 20 nap nem történt semmi, tehát valószínűleg, hogy az nem egy jó szervezési forma. Én rövidebb időben tudom elképzelni intenzívebb programmal és olyan programokkal, amelyek olcsóbbak, hiszen a nyári játékoknak azért, mondjuk meg őszintén, többe kerültek, mint amennyibe kellett volna. Sokat beszéltünk már pénzügyekről, úgyhogy akkor jöjjön a költségvetés. Első fordulóban fogják most csütörtökön a testületi ülésen tárgyalni, és ugye várhatóan második fordulóban, majd februárban fogadják el. Erről minden évben beszélünk, hogy vannak az önkormányzatnak kötelező feladatai, amit ugye minden önkormányzatnak el kell látnia, és hát a maradék pénzből pedig az önként vállalt feladatokat teljesítheti. Mennyi pénzből gazdálkodik idén Ferencváros, mennyi ebből a kötelező, és mi az az összeg, amiből az önként vállalt feladatokat tudják teljesíteni, illetve ezeken a területeken mik lesznek idén a prioritások? A 14 milliárdos
a bruttó főösszeg, ebből kell gazdálkodnunk. Ennek nem egész 10%-a az a szabadon elkölthető pénz, ez most sajnos kb. 100 millióval csökkent a BKV finanszírozás ránk eső részével. Ugye, mert a fővárosi döntés értelmében a önkormányzatok is. Tehát a forrás megosztásnál kevesebbet fogunk kapni, a következő években fokozatosan egyre kevesebbet. Az idén ez most 100 millió körül összeget jelent, de hál' Istennek ez az összköltségvetésben nem fog megjelenni, hiszen körülbelül ennyivel több adóbevételre, iparizési adóbevételre számít arányosan a főváros, tehát amennyi elmegy a BKV finanszírozása tőlünk, körülbelül annyival többet tervez a főváros is, tehát remélhetőleg ott nem veszítünk a önként vált feladatokra. Szeretnénk a szociális ágazatot erősíteni olyan programokkal, amikre tervek már voltak, de most már a kivitelezésre is sor fog kerülni. A támogatások körét fogjuk tudni bővíteni, a támogatottak körét is szeretnénk bővíteni, hiszen ahol mondjuk 70 év volt az alsó korhatára, szeretnénk 65-re levinni, attól függően majd, hogy alakul a végleges költségvetés. Ugye ezt csak majd a zárszámadás után fogjuk tudni megmondani, tehát most a tervek ugyan megvannak, de igazából a zárszámadás utáni első költségvetés módosításnál áprilisban fogunk tudni konkrétan is új szociális támogatási formákkal bejelentkezni. Ugyanez vonatkozik a kultúrára is, minden olyan program, ami pluszként jelenik meg, akkor fogjuk tudni nevesíteni. Nagyon sok jó ötlet van, hál' Istennek az ötletekkel nincsen, nem állunk hadilábon. A pénzt próbáljuk majd hatékonyan felhasználni és oda csoportosítani, ahova kell. Természetesen a sporton keresztül megtaláljuk az intézményeinket, oktatási intézményeinket, iskolákat, óvodákat, és továbbra is az a cél, hogy az iskoláink nem szenvedhetnek semmiféle hátrányt költségvetési tételekből, tehát hogyha akár szabadidős tevékenység, tehát korcsolya, úszodába járás, akár tanulmányi verseny, akár más típusú kérés. Pedig is volt olyan, amit a Klik-től átvállalt az önkormányzat. Kérés érkezik a Klik-től, akkor mi ezt fogjuk tudni biztosítani. Mindezekről nyilván fogunk még beszélni, meg hát a áprilisban, hogy a költségvetés még milyen plusz támogatásokat enged meg. Múlt év végi adásunkban beszéltünk arról, hogy természetesen beszámolunk majd arról, hogyha az összes veszélyes hulladékot tartalmazó hordó elkerült az illatos útról, jelentjük, hogy elkerültek. 2015. május végén jártunk legutóbb a budapesti vegyi művek illatos úti telephelyén. Ekkor már elszállították az ott szabálytalanul tárolt, veszélyes hulladékot tartalmazó hordók közül a sérülteket, és lefóliázták a többit. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott pedig bejelentette, hogy közbeszerzést írtak ki a maradék hordók elszállítására. Napsütésből hóesésbe ezek a képek 2016. január elején készültek, már csak hó fedi azokat a területeket, ahol korábban a hordók álltak. Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az összes közel 2500 tonnányi veszélyes hulladék elszállítása megtörtént. Az eseményen részt vett dr. Bácskai János polgármester, dr. Vas Imre országgyűlési képviselő és a Ferencvárosi Önkormányzat képviselői közül is többen jelen voltak. A hordók elszállítását Tarnai Rihárd kormány megbízott jelentette be. Szeretném bejelenteni, hogy a kormány elszállítatta valamennyi a budapesti vegyi művek ZRT illatos úti telephelyén, akár hordóban, akár egyéb tartályban lévő veszélyes hulladékot. Ezzel egy 140 éves problémát oldott meg. 1876-ban jött létre ugyanis a budapesti vegyi művek, és azóta folyamatosan veszélyes anyagok voltak ezen a területen. 2493 tonna, tehát közel 2500 tonna veszélyes hulladék volt itt a területen, amely elszállításra került. Ebből 1870 tonna már megsemmisítésre is került, még 600 tonna a kapacitás függvényében folyamatos megsemmisítés alatt áll, nyárig ez is be fog fejeződni. A pénz nyelvén a következőt jelenti
az elvégzett munka. 1 milliárd 661 millió forint plusz áfa volt ennek az elvégzett munkának a költsége, amely költséget az állam megelőlegezett, átvállalt, de természetesen ezt a tulajdonosoknak, illetőleg a tulajdonosokon keresztül a felszámolónak kell majd állni. Az állam át fogja ezt az összeget, mint ahogy ezt mondtuk is, hárítani azokra, akiket a kötelezettség terhelt volna. Mindenki pontosan tudta hosszú évtizedek óta, hogy itt mi a helyzet, de senki nem tett semmit. Most azonban változás történt, 2010 után a kormány megalakult, 2011-ben elkezdődött a közigazgatás átalakítása a kormányhivatalok létrehozásával, ami azt jelenti, hogy a kormány a közigazgatásban egy sokkal hatékonyabb, sokkal ütőképesebb csapatot hozott létre, amelyek képesek például egy ilyen volumenű feladatot is gyorsan, precíz módon végrehajtani. A következő nagy lépés az a 2015 április 1-je volt, emlékezünk rá, ekkor került a környezetvédelmi terület a kormányhivatalokhoz, és alig bő 3 héttel később már itt álltunk, és kezdtük az itt lévő veszélyes anyagokat elszállítani. Egy bő fél év eltelt, és a kormány a közigazgatás átalakításának eszközét használva megoldotta tehát ezt a problémát. Tanai Rihárd beszélt a további lépésekről, intézkedésekről is. A tényfeltárás időszaka következik. A tényfeltárás egy szakkifejezés, jogszabályban foglalt szakkifejezés, hiszen jogszabály alapján és hatósági kötelezés alapján a tulajdonosoknak, illetőleg a felszámolónak kell elvégezni a tényfeltárás munkálatát. Magyarra lefordítva, ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy miután elkerült innen valamennyi veszélyes hulladék, mi maradt itt? Mi történt 140 év alatt? Mi van itt, ott, amott, mi van a talajban, mi van a környezetben? Ezért, tehát haladéktalanul fölveszem a kapcsolatot a felszámolóval, az egyébként szerencse, hogy nyáron változás történt a felszámoló személyében, hatékonyabb munka és együttműködés ígérkezik, és a következő lépés tehát az lesz, hogy ezt a jogszabályi és hatósági kötelezésen alapuló kötelezettségét teljesítse a felszámoló, aki a tulajdonosokat képviseli. Ahogy hallhattuk, és ahogy erről már többször beszéltünk az elmúlt hónapok során, hosszú út vezetett idáig. Hát attól függ, hogy melyik részét nézzük. Ha, amit kormány megbízott úr is mondott, hogy a közigazgatás átszervezéséhez képest nézzük, akkor rekordidő alatt reagált az új felállás. Tehát a kormány a figyelmeztetést komolyan vette, és azonnal intézkedésben sikerült egy éven belül, tehát egy évnél rövidebb idő alatt ennek az irtózatos mennyiségű veszélyes hulladékot tartalmazó hordónak az elszállítása. Ugye ez egy nagyon fontos momentum volt, hiszen a közvetlen veszélyokozás lehetősége az elhárult. Ennek a kockázatával már nem kell számolni, viszont azzal tisztában kell lenni, amit kormány megbízott, ő is többször elismételt, hogy itt ugye a 120-140 éves története az itt működő vegyi üzemeknek, az nyomot hagyott, az benne van a talajban és a talajvízben, és némiképpen kis részben, ezt minél több mérés végeznek a környező lakott területeken, annál nagyobb bizonyítékát látjuk, hogy nyomokban ugyan, de megtalálható a lakott területeken is. Tehát következik az, amit elmondott, a kárfelmérés, a körülhatárolás, nyilván a gyárnak a területe az fokozottan szennyezett, az egy nagyobb volumenű munka, és kell még méréseket végezni a közeli lakott területeken, tehát az érintett 3 kerület, Pesterzsébet, Kispest és József Attila lakótelep, tehát mi Ferencváros is érintettek lehetünk ebben a felmérésben. Legyünk is, én azt remélem, hogy minél hamarabb teljes körű felmérés lesz a lakott területekre vonatkozóan, és végleg megnyugtathatjuk az ott élőket, hogy semmilyen olyan intézkedésre nem lesz szükség, amire eddig sem volt, tehát semmilyen extrém, különleges intézkedésre nem lesz majd szükség, tehát élhetik úgy a mindennapjaikat, mint eddig. Azzal a kitétellel, amit egyébként mindenhol más kerületekben is sajnos idejutott Budapest lakossága, és sajnos más nagyvárosok is, hogy talajvízből locsolni nem érdemes, illetve nem is szabad.
Ezen kívül minden olyan tevékenység, amit eddig végeztünk, tehát játszóterekre való kiutás, a virágok nevelése, az mehet, gyümölcs élelés, azt majd meg fogják mondani a szakemberek, hogy gyümölcs és zöldségtermesztés az körülbelül milyen területeken kívül lehetséges. Ugye elég nagy összeg bekerül majd a kárfelmérés is, és utána attól függően, hogy ez milyen eredményt hoz, ugye következne a kármentesítés, ami hát nyilván magán az illatos úti gyárnak a telepén mindenképpen szükséges lehet, de hát ezek nem tudom megsatszolni, de hát azért óriási összegekről van szó. Lesz-e vajon erre forrás, és hogyha igen, akkor honnét? Hát abban bízhatunk, hogy valahonnan majd lesz. Most is az állam nyúlt a zsebébe jobb hián, ugye 2 milliárd forintról beszélünk bruttó összegben. A felmérés a 100 milliós nagyságú lesz, és utána a teljes kármentesítés az, hát attól függően, hogy mit találnak, illetve milyen mélységben, mennyiségben tartják szükségesnek a kárelhárítást, az 15 milliárdos, mai áron 15 milliárdos összeget is elérhet sajnálatos módon. Azt látni kell, hogy mai állapotában maga a terület nem ér ennyit. Tehát az biztos, mennyit hogy... érhet ez a terület? Hát, ezt amennyit adnak érte, ugye? De én attól félek, hogy az a pénzmennyiségnek, ami rendelkezésre kellene, hogy álljon a teljes kármentesítéshez, annak jó esetben a felét, ha érheti. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatása. Most örüljünk, hogy idáig jutott ez a dolog. A legutóbbi decemberi adás óta érkezett nézői kérdésekkel folytatjuk, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy minden esetben kérjük, hogy a konkrét kérdést mondják el üzenetrögzítőnkre, és a választ azt mindig az élő adásban kapják majd meg. 218-21-21-es a telefonszámunk, tehát most önök kérdeznek. Szabó Zoltán úr kérdésével kezdeném, aki rendszeres telefonálunk és kérdezünk, és rendszeresen visszatérő kérdése, hogy mi lesz a Ferenc térre. Ugye erről is már sokat beszéltünk, hogy a felújítását, megújítását tervezi az önkormányzat, sőt, hát tervek is készültek már erre, amit a lakossággal egyeztetve alakítottak ki, kiírtak egy közbeszerzést, ez viszont eredménytelen lett. Így van, közösségi tervezés címen vonul be Ferencváros történetébe ez a szakasz. Nagyon szép tervek születtek, az egyeztetés három körben történt meg az ott élőkkel, megvan a végleges formula, hogy hogy kellene kinézni a Ferenc térnek újkorában. Sajnos ugye ez a közbeszerzés sajátossága, meg hát talán a tervezés és a kivitelezés közötti nem várt különbség, hogy a rendelkezésre álló 100 millió nettó, tehát 107 millió bruttó összegnél jóval magasabb ajánlatok érkeztek. Most változtattunk egy kicsit a terveken, és úgy lesz kiírva, remélhetőleg nyárra befejeződik ez a közbeszerzés, de addig is valamit kell csinálni a Ferenc térrel. Ebben közös az álláspontunk a betelefonálóval. Amit mindenképpen el fogunk végezni, az a két bánának a elbontása, hogy megszüntessük ott azt a csúnya kerítést, és a helyére virágos parkot, illetve olyan játszó eszközöket fogunk elhelyezni, amelyek áthelyezhetők majdani végső átalakításkor. Tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a Ferenc tér újra használható lenne egy tehát ilyen közbűső állapotában. És hát az eddigi panaszokat figyelembe véve fokozott őrzéssel és jelenléttel. És akkor nyáron remélhetőleg már eredményes lesz a közbeszerzés, és akkor utána kezdődhet el a tényleges teljes felújítás. Ez így van. Néruparttal mi a helyzet, hogyha már közbeszerzésről és terekről beszélünk, ott mikor indulhat el a megújulás? Ott is a közbeszerzéstől függ, hogy találunk-e olyan befektetőt, olyan kivitelezőt, aki a meghatározott összegére, ez 495 millió forint, képes és akarja is a munkát elvégezni. Akkor ezek szerint ott sincs még eredményes közbeszerzés. Sajnos. Nézzük, hogy üzenetrögzítőnkre milyen kérdések érkeztek. Jó napot kívánok, én a Mihálykovics utca 16 szám alól Bimbó Józsefné vagyok.
már annyiszor kértem a közterületi felügyelőt, hogy a lerakatást annyi szemetet ide hoztanak előttünk. Párnáktól kezdve végig minden. Nem tudok már hova fordulni, és ezért fordultam önökhöz, hogy segítséget kapjak, hogy valahogy ezeket a sok szemetet el tudják vinni. Jó, köszönöm. Illegális szemétről már beszéltünk, és említettem, hogy lesz ezzel kapcsolatban nézői kérdés, a következő is ezzel kapcsolatos lesz. Mi a helyzet a Mihálkovics utcában a illegális szeméttel? Egyáltalán, ha ilyen illegális szemetet észlel valaki, akkor azt hol jelezze, milyenek a menettel, kik szállítják el, milyen határidővel? Ugye azt remélem, hogy sokan látták a Ferencváros újságban feltett hirdetésünket, így mondjam, közérdekű hirdetményt, hogy várunk minden olyan bejelentést, aki lát, a legjobb a rendszám, hogyha lát, adja Isten, le is tudja fotózni, fényképezni ezekkel a mai okostelefonokkal, már csodákat lehet művelni, úgy persze, hogy a saját testi épségét ne veszélyeztesse. Minden ilyen bejelentés fokozza az ellenőrzés hatékonyságát, kimenetelét, és természetesen a közterület felügyeletet én kértem külön is, hogy a kamerákat fokozottan erre a célra is vegyék igénybe, ugyanis én biztos vagyok benne, hogyha szaporodik azoknak az eseteknek a száma, és ebben a tévére is számíthatunk, biztos vagyok benne, hiszen amikor az autót megtalálták, ott is ott volt a 9.tv, tehát hogyha szaporodnak ezek a sikeres elfogások, akkor jelentős visszaszorulástól fogunk, vagy annak fogunk örülni, hiszen senki nem szereti azt, hogyha elkapják, úgy mondjam, ilyen tevékenység közben, és hál' Istennek a büntetőtételek is olyanok, amit visszatartóra jelehet. Mi a helyzet konkrétan itt a Mihálkovics utcában? Tehát sikerült esetleg utána járni, hogy itt van-e már szemét, vagy azóta elvitték-e már innét a szemetet? Hát a szemét elszállítása az folyamatos, ugye ez éves szinten 20-25 millió forintba kerül az önkormányzatnak, a FESZOFE viszi el ezeket a szemeteket, és minél előbb elvisszük, ugye annál kevesebbe kerül, és annál kevesebb hát motiváló erő azoknak, akik úgy gondolják, hogy az a legmegfelelőbb hely. Tehát mi is azt szeretnénk, hogyha megszűnne ez a probléma a kerületben. Hova lehet egyébként vinni az ilyen mondjuk építkezésből vagy felújításból maradt hulladékot, vagy bármilyen ilyen szemetet? Ugye vannak a veszélyes hulladékgyűjtési akciók évente több alkalommal is Ferencvárosban, tehát például olyankor is el lehet vinni, de egyébként milyen lehetőségek vannak? Van az évi egyszeri lomtalanítás, ha ki tudja húzni addig az ott lakó, akkor úgy, hogyha nem, akkor pedig vannak hulladékudvarok, az Ecseri úton is van, pénzbe kerül, hát rá kell szánni valamennyi összeget, és el kell oda vinni. De egyébként, hogyha olyan mennyiségről van szó, akkor még azt is meg lehet kockáztatni idézelbe, hogy a zöld számon bejelent, és akkor adott esetben a FESZOFE-t rá tudjuk venni, hogy kimenjen, főleg, hogyha bútorokról van szó, tehát minden, amiből tűzrevalót lehet csinálni, ott nagyobb az esély, hogy ki tudunk menni, és tudunk segíteni a megoldásban. Illegális szeméttel kapcsolatos kérdés érkezett a Gát utcából is. Jó napot kívánok, én a Gát utcából beszélek. Szomorúan kell közölnöm, a gondolatomat is felháborítja, hogy megcsinálták a Gát utcát, gyönyörű, szép, és kérem szépen karácsony óta kint van a szemét, az ágy, a tévé darabok, a széke, borzasztó, hogy mi van itt, miért nem csinálnak már valamit, könyörgöm. Beszéltünk már arról, hogy önök mit tudnak csinálni, mit tud ehhez még polgármester úr hozzáfűzni. Segítséget kérni az ott lakóktól, hiszen hogyha látja, hogy kikerült ez az illegális szemét. Minél előbb szólnak nekünk, annál hamarabb a kamerafelvételek alapján meg tudjuk találni az elkövetőt, és annál hamarabb el tudjuk szállítani. Tehát az rendben, hogy arra várnak, hogy mi elszállítsuk, de hogyha közreműködnek, segítenek, akkor gyorsabban meg fog történni, és hogyha tettes is van, akkor annyival kevesebb potenciális elkövető lesz.
És hol jelentsék be a zöld számon? Zöld számon is lehet, de az önkormányzatnál is, akár a titkárságomon is, tehát a központi száma, hogyha bejelentik, de a közterületfelügyeletnél is be lehet jelenteni. Számtalan lehetőség van. Éljenek vele. Továbbra is maradunk a köztisztasággal kapcsolatos kérdéseknél. Jó napot kívánok, Csillag Lászlóné vagyok, kedves Erdő utca 16-ban lakom. Volna egy kérésem. Én az Ebres erdőn lakom végig, és itt mindig, én minden évben baj volt azzal, hogy az utat, a járdát leseperték volna. Tavaly is, vagy tavaly előtt is mindig szólni kellett miatta. Most látom, egyetlen egyszer ember kaparja, nagyon hosszú az Ebres erdő, ha valaki itt lakik, tudja. Egyetlen egy személy szegény csöpri egyedül, vagy kaparja a már lefagyott utat. A másik probléma meg az, ami évek óta etikailag az ember szégyenet, a szeme ketté áll a látványtól. Kín az Ecseri útnál a spáráruház előtt az a kosz, piszok, szemét, mocsok, ami ott van állandóan, és az senki nem takarítja le. És nem tudjuk, hogy miért, mert mi nem tudjuk, hogy kire tartozik. Csak erre szeretnénk orvoslást. Tehát az egyik kérdés, hogy mi a helyzet a Zepreserdő utcával, annak a takarításával, és a másik pedig ugye az Ecseri útnál a szupermarket környéki rész, az kihez tartozik, és kinek kellene azt rendbe tartani. Az Zepreserdő az mindenki tudja szerintem, hogy tényleg nagyon hosszú, majd fél kilométer hosszú. A takarítás az mindig attól függ, hogy hány közmunkás áll rendelkezésre. Amikor a hölgy láthatta, akkor lehet, hogy téli nap volt, kevesen voltak arra az óriási területre, hiszen József Attila lakótelep az elég nagy méretű. Aznapra valószínűleg egy munkás juthatott, ilyen sebességgel tudta. Mert a hölgy arra is juthat, hogy neki sokszor az a problémája, hogy öten nézik, míg egy ember dolgozik. Hát ebben megint csak azt mondani, hogy ugye a munkafelügyelők kiadják a munkát, aztán mennek tovább. Ilyenkor megint csak a állampolgári részvétel. Én a hölgy helyében lemennék, és a munkafelügyelőnek elmondanám, hogy mi történt, és akkor hát, ha ezzel a közreműködéssel, megint csak még egyszer mondom, hogy azért a testi épségére mindenki vigyázzon az ilyen be- és feljelentéseknél, de hogyha egymással nem segítünk, akkor nehezebb lesz. Tehát azok, akik látják, azoktól kaphatunk, és jogosan adott esetben várhatunk el nagyobb közreműködést, és akkor hatékonyabb lesz a mi munkánk is. Ezt én most itt meg is szeretném köszönni előre is, mert ha így telefonálni tudnak, ez is nagyon jó, akkor adott esetben ott is, ha szólnak a munkavezetőnek, akkor ott helyben tudja kezelni a problémát, így utólag már nehéz visszavenőlegesen. Főleg, hogy ugye az emberi kommunikáció az tényleg csodákra képes, ha jó a kommunikáció, és hogyha az ember megtalálja a jó utat, illetve a jó csatornát a másik ember felé, tehát a kérdés... Ecseri út is pár. Így van. Ott pedig három különböző tulajdonos van, de már el se kezdem mondani, hogy ki mindenki. Már felvettük a kapcsolatot a BKV-val is, és a fővárosi közterületfelügyelettel, és így próbálunk együttesen, akár úgy is, hogy ugye a FESZOFE az nagyon sokszor elvégzi helyettük is, és hát majd valahol visszaadják a kölcsönt. Én a visszajelzésekből azt hallom, hogy nagyon sokat javult már az Ecseri út és környéke. Oda is helyeztünk ki egy kamerát, nem mondom meg, hogy hova, hát ha nem vette még mindenki észre. Egy plusz kamerát, ugyanis ott van egy jól látható kamera, meg van egy olyan kamera, ami félig meddig rejtve van. Nagyon sok mindent megtudtunk, hogy ki mindenki hordja oda a szemetet, és azóta már nem hordja oda a szemetet. Tehát ebben is várok sikereket, hogy ennek a titkos idézőjelbe kamerának a felvételi alapján a notórius szemetelőket is el lehet majd kapni. Köztisztaság után most házfelújítással kapcsolatos kérdések következnek. Jó napot kívánok, Dancsi Andorné vagyok. Ülői út 77-ből. Azzal kapcsolatban szeretném kérdezni a polgármester urat, hogy a Ülői út 77-ben mikor várható felújítása házra. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük a kérdést, tehát Ülői út 77. Hol áll a sorrendben?
nagyon, nagyon hátul áll a sorban, hiszen az Üllői 77 az a jobb állapotú házak közé tartozik, a többihez viszonyítva. Én pontosan tudom, hogy itt sem túl jók a viszonyok, de nem nagyon lehet számítani. A következő 5 évben én nem számítok sajnos arra, hogy az Üllői 77-ben nagyobb méretű felújítás lenne. Ha már Üllői út, akkor közvetlenül az adás előtt érkezett a 83-as számú házból egy kérdés. Elromlott a kapu telefon, és a hölgy azért telefonált, hogy jó lenne, és ezúton szeretnék kérni, hogyha megcsináltatná az önkormányzat. Hát megcsináljuk, és holnapra elrontják, de megcsináljuk. Hát ezt tudom mondani, tehát sajnos ezek nem maguktól romlanak el ilyen rövid időn belül. Következő nézői kérdést halljuk. Jó napot kívánok, a polgármester úrral szeretnék beszélni, a nevem Csiki Ilona, a Haller utca 50-ből. Érdeklődni szeretnék, hogy körülbelül mikor lesz az a felújítás, vagyis az, hogy eltávolítsák a ki van bunszolva az épület, és életveszélyes. Nagyon szépen köszönöm. Mi a helyzet tehát a Haller utca 50-nel? Hát a Haller utca 50-nek ott sorban állnak, 50, 52, 54, ez a három ház, ez igen rossz állapotban van, de sajnos még mindig van náluk rosszabb állapotú. Tehát én azt mondom, hogy idén és jövőre biztos nem. 3 éves távlatban ott már lehet számolni arra, hogy nagyobb méretű felújítás lesz, közben amit tudunk, hát ugye a javítást elvégezzük. Gát utca 24-en mi a helyzet? Kovács Zoltán érdeklődik, hogy ennek az épületnek a felújítása mikor várható? Én remélem, hogy nagyon hamarosan, hiszen ez benne van abban a csomagban, amit pályázatra kiírunk. Tehát, hogyha ez valakinek megtetszik, és olyan árat ad érte, amit nekünk is tetszik, akkor akár még az idén is elindulhat a kiköltözés. Tehát ez mindez a pályázaton érdeklődököm. Múlik Viola utcából érkezett a következő kérdés. Fél éve költöztünk a felújított ház legfelső emeletének egyik lakásába. Azóta a csapadékos idő van, a tetőfelül rendszeresen átlázik a fürdőszoba mennyezete. A hibát minden esetben bejelentettük. Többször kijöttek, találgatták, sőt igyekeztek elmagyarázni, mi lehet a hiba, de hatásos hiba elhárítás nem történhetett, mert a legutóbbi január 9-i csendes eső úgy nem demáztatta a plafon. Szeretném kérdezni, hogy számíthatunk-e a hiba végleges megszüntetésére, a csapadék esetén szorongva kezdve figyelünk a vízfolt növekedését, majd már a festés lerúlásával is jár. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak, viszontlátásra. Mi is köszönjük a kérdést, tehát mi a helyzet ezzel a lakással, sikerült-e utána járni? Egyértelműen az ebbé, hogyha ez önkormányzati lakás, de én úgy emlékszem, hogy igen, akkor az FB Kft. Az, akinek a kötelessége a hiba kijavítása, én is fogom feléjük jelezni. Ugye jelezte már az úr, mert a kérdésből kiderül. Azt is meg fogom zárójelbe kérdezni, hogyha ennyiszer jelezték, akkor mi az akadálya, hogy hatékonyabb megoldás legyen. Nyilván tetőtéri lakásoknál nehezebb a probléma, vagy nagyobb költsége jár, de ez nem olyan régen, tehát ez 10 éven belüli felújított ház. Nyilván garanciális javításra már nem számíthatunk. Minden esetre az tanulságos lehet, hogy milyen hibákat követtek el annak idején a felújításkor, hogy ilyen hamar beázik. De akkor ezek szerint utána járnak ennek az ügynek? Igen, az RB Kft.-nek a feladata. Ha magánlakás, akkor pedig a közös képviselőnél kell segítséget kérni, illetve hát a biztosítójánál. De én azt gondolom, hogy az önkormányzati lakás. Még egy üzenetrögzítős kérdésünk van. Most fogok költözni a Viola utca 37C-be. Az lenne a kérdésem, hogy miért nem kapcsolják be a liftet, hiszen 64 éves vagyok, nem egyszerű felmászni a 3. emeletre. Mi a helyzet tehát a Viola utca 37 percével, illetve a lift működésével? Január 20-án történt meg az átvétel a liftnek, a műszaki átadás átvétel. Lehet, hogy már most éppen az adás ideje alatt is már működik a lift, de a héten bizonyosan, hogy el fog indulni. Ugye ezek a kérdések az elmúlt egy hónap során érkeztek, tehát lehet, hogy még igen, ez előtt érkezett a kérdés, hiszen 20-a nem olyan régen volt, sőt biztos, hogy ez előtt érkezett a
kérdés, amiket várunk a következő február 23-ai adásig is, tehát akkor jelentkezünk legközelebb élőben. 218-21-21-es a telefonszámunk. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a konkrét kérdésüket tegyék fel, és a választ azt itt az élő adásban, tehát február 23-án kapják majd meg polgármester úrtól. Házfelújításokról ugye mindig beszélünk, a városrehabilitáció örök téma. Most nem házfelújításról, nem lakóépület felújításáról, hanem három önkormányzati épület megújulásáról számolunk be. A Környezet és Energia operatív program által biztosított és Ferencváros önkormányzatának saját forrásából valósult meg a Bakestéri iskola, a polgármesteri hivatal Lenhosék utcai épületének, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központnak az energetikai korszerűsítése. Ez utóbbi helyszínen beszélgettünk Szűcs Balázs főépítésszel. Ez az a három épület volt, aminek már nagyon időszerű volt a felújítása. Kezdeném a Bakástéri Ének és Zeneiskolával, ahol a nyílászárók azok már eléggé elaggottak voltak, úgyhogy sem a hangszigetelést és legfőképpen a hőszigetelést nem tudták megoldani. Tavaly ugyan felújítottuk az épület homlokzatát, de év végére sikerült egy olyan pályázatot is megnyerni, amelyre ezekre a nagyon szép új korszerű fanyilázárokra tettünk anyagiakra szert. Gyönyörű szépen sikerült a kivitelezés, eredeti állapotában őriztük meg a formavilágát a nyilázároknak, úgyhogy például értékű felújítás az összes olyan társasházi tulajdonosnak is, aki esetleg régi fanyilázárója cseréjén gondolkozik, és nem szeretne modern, nem túl esztétikus műanyag nyilázárókat beépíteni. A Bakestéri iskola energetikai korszerűsítésére közel 50 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat, melyet több mint 14 milliós saját forrással egészített ki. A másik épület a Lenhosék utcai volt iskolaépülete, amit ma már a kormányhivatal, illetve az önkormányzat hivatali épületnek használ. Ez a szecessziós épület homlokzat már nagyon-nagyon elaggott volt és potyogott a vakolat. Itt az önerő egy jelentős részét a homlokzat felújítása tette ki, míg a nyilázárok cseréjét pedig a pályázat finanszírozta. Itt is ugyanazt tudom elmondani, hogy eredeti állapotban fa anyagból kerültek helyreállításra a nyilázárok, az épület összes homlokzatán maga a kőanyagok lettek megtisztítva, illetve egy nagyon szép, friss vakolatot kapott az egész épület, ami hozzásegít nem csak az esztétikához, hanem szintén az energetikai követelményeket is javítja. Maga a vakolatfelújítás egyelőre csak az utcai fronton történt meg, de reményeink szerint ez a program folytatódni fog idén, és a többi homlokzat is ugyanilyen szépen megszépül. A Lenhosék utcai épületnél elnyert 110 milliós pályázati forráson kívül, ahogy elhangzott, jelentős összeggel 43 millió forinttal járult hozzá a megújuláshoz az önkormányzat is. A Ferencvárosi Művelődési Központ pedig a harmadik ilyen kívülről megújuló épület. Itt található televíziónk is. Ezek a felvételek még a felújítás alatt stúdiónkban készültek. Az FMK energetikai korszerűsítésére 80 millió forintot nyert Ferencváros, melyet további 31 millió forinttal egészített ki az önkormányzat. A Ferencvárosi Művelési Központ épülete egy modern épület a Haller utca mentén. Itt már elkezdtem a főépítésségem alatt egy olyan programot, ahol ezeknek a viszonylag modern épületeknek egy frissebb, modernebb külsőt kölcsönözni. Akár itt a közelünkben lévő Haller utcai panelházak véghomlokzatának hőszigetelésén is egy ilyen vonalas, ábrás stílust kívántam megjelentetni, amely most itt folytatódott. Ez mit szimbolizál? Hát ez egy kicsit a 9-es római számnak a különböző utánhallása, úgyhogy aki kellően élelmes, az ki tudja belőle olvasni a 9-es számot, illetve a otthonváros, Ferencváros szlogen ritmusára épül ez a színezés. Az épületen egy teljes körű vastag hőszigetelő rendszer lett felhordva a homlokzatra, illetve az összes nyilászáró, külső nyilászáró is ki lett cserélve. Tehát nagyon szépen megújult kívülről a Ferencvárosi Művelődési Központ, tervezi az önkormányzat, hogy ez a megújulás belül is megtörténjen. Igen, úgy tudom, hogy a színházterem felújítására nagyon nagy szükség lesz, hiszen Ferencvárosnak ez az egyetlen nagy befogadó képességű önkormányzati tulajdonú tere, úgyhogy ezen már erőteljesen gondolkozik a vezetés, illetve hát olyan programok indításához is hozzásegítene a belső irodáknak a felújítása, amely még vonzóbbá tenni a környezetet. Hát várjuk mi is a
2016-os költségvetés számainak alakulását, bízunk benne, hogy bele fog férni idén a belsőnek is a megújítása. Valóban ráfért már a megújulás ezekre az épületekre, és ahogy elhangzott, ugye a Ferencvárosi Művelődési Központ belső tereire is igencsak ráférne ez a felújítás. Ugye itt főépítész úr kiemelte a színháztermet többek között arra is. Szállna erre az önkormányzat, tud-e szállni erre pénzt, vagy pályázat útján szeretné ezt a megújulási folyamatot folytatni? Pályázati forrásokat mindig keresünk, hiszen sokkal több a feladat, mint amennyi pénz rendelkezésre áll. És ez teljesen nyilvánvaló, hogy a mi úttörőházunk, mondhatom így, elmúlt már 50 éves, most már kívülről nagyon szép köntösben pompázik. Belül is nyilván, főleg a műszaki feltételeknek nem annyira felel meg. Igyekszünk, jó lenne, hogyha minél több pénzt ide tudnánk fordítani, és valóban a színházterem megújítása az a soron következő nagy falat. Reméljük jövő ilyenkor, ha előbb nem, akkor majd arról is tudunk beszélni, hogy megújult. Közben az Ülői út 83-ból telefonált vissza Szabó Lászlóné. Valószínűleg félreértette, ugye a polgármester nem azt mondta, hogy nem csinálják meg a kaputelefont, hanem hogy meg fogják csinálni, csak sajnos sok esetben ez elég reménytelen, mert rövid idő után újra tönkreteszik, illetve hát a hölgynek a kérése még az lenne, hogy a papírt tegyék ki a kaputelefonra, tehát a nevekkel, a kódokkal, hogyha orvos jön, vagy bárki jön, akkor tudja, hogy hova kell felcsengetni. Minden okvetlen meg kell csinálni, hiszen ez az alapja a társasházi létnek. Jó, tehát akkor ezt a kérést a illetékesek felé polgármester úr majd továbbítja. Most pedig nagyon röviden, mert hogy tényleg már pár percünk van vissza a mai adásból, beszéljünk a Madarak Városa Ferencváros programról. Erre majd jövő havi műsorunkban újra visszatérünk, hiszen akkor már be is tudunk számolni a programsorozat első állomásáról. Tehát röviden kérném, hogy beszéljünk erről, hogy mik is ezzel kapcsolatban a tervek. De hogy Ferencváros a lovak városa volt, nem véletlenül nyertük meg a nemzeti vágtát 3-4 évvel ezelőtt, hiszen Széchenyi István ide álmodta, és ide is, itt is működött 47 évig az első nagy magyar lóversenypálya. Széchenyi Imréről jutott éppen eszembe, aki a gyönyörű operettjeit hallgathattuk az újévi koncerten. Van nekünk egy Schmidt-tagunk, aki az egyik legnagyobb ornitológus, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is jól ismerik, és hogyha ő már itt van, és itt van a szakértelme, itt vannak a kollégái és segítői, a tanárok és legfőképpen a gyerekek, akkor miért ne legyen, miért ne lehetne Madarak Városa is Ferencváros. A körösi iskolában már régen elindult ez a program, és most csatlakozik hozzá 8 óvoda és 7 másik iskola. Ez a etetők kihelyezése már elkezdődött, februárban folytatódik az oduk kihelyezésével, az etető és az odu nem ugyanaz, most már én is tudom, hiszen az oduba azt tudományosan kell elkészíteni, attól függ, hogy milyen madarakat várunk oda. Én is otthon etetem a különböző madarakat, már 6 különböző fajt figyeltem meg, cinegéket, szén és kék, cinege, vörös, begy, csíz és zöldike, és még verebet is láttam, hál' Istennek, ami oly ritka. Tehát ezeknek, hogyha most ezt a 6 madarat vennénk, akkor ezeknek majd, hogy nem 6 különböző féle odut kell, a magasságát, a lyuk méret, az etető az egyféle. Tehát ezeket a programokat végrehajtják majd a gyerekek, naplózzák, írogatják, és azokon a helyeken, ahol a legnagyobb a madárforgalom, oda ígértünk még kamerát is. Tehát meg lehessen figyelni napi 24 órában adott esetben, hogyha fiókák is lesznek, akkor az etetésüket. Tehát nagyon sok izgalom van benne, de az első és legfontosabb, hogy ők fektessenek bele sok munkát, és a munka az legfőképpen mindig az, hogy menjenek ki a helyszínre, tehát mozogjanak is, ne csak mindig a képernyő előtt online figyeljék az eseményeket.
madarakról fogunk beszélni az odú kihelyezés kapcsán a következő adásban is, és sok egyéb másról is, ami az elkövetkező egy hónapban történik majd, és természetesen válaszol a kérdéseikre polgármester úr legközelebb február 23-án, 2018-21-21-es a telefonszámunk, üzenetrögzítőnkre addig is várjuk a konkrét kérdéseket. Köszönjük e heti, e havi megtisztelő figyelmüket, és köszönjük polgármester úrnak is, hogy itt volt. Köszönöm szépen is a meghívást, viszontlátásra. Viszontlátásra. We'll be right back.